Na, sikerült levadásznom a pedált a Montiról, mert azon használtam az SPD-eset. És érdekes, mert a Shimano SPD, vagyis hát ez az M540-es pedál gyári leírásában 35-55 newton a lehúzási nyomaték. Itt pedig azt írja, hogy pedál, 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 pedál. Valahol volt nem pedál, esküszöm. Ebben meg 30-at írnak. Nem, világ pedálok. 30, de az valami adapter. Én nem tudom, miről beszél pedálok. Pedálok, pedál hajtókar adapter. Na mindegy, ez 30-at ír, az 55 maximumot, szóval valahol ott 42, megegyezünk, és lehúzzuk 42-vel. Legalább ez legyen benne lehúzva. Remélem, a közép vagy az bent van rendesen. Ez nem lóg. Jó. Majd azért azt meg kell nézni, úgy tudom, hogy a hajtókart azt meg öttel le kell húzni. De most ha legyen benne egy pedál, hogyan tesszük bele a pedált? Úgyhogy ez a jobb oldal, és ide a jobbost kéne megtalálni, de egyszerű, mert ami előre belekap, az való oda. Ha nem kap bele, akkor a másik oldalra való, de belekapott. És úgy lehet lehúzni nyomatékkulcsa, hogy itt bent, a komolyabb pedálba meg tudod fogni belső kulcsnyílású, azt hiszem 6-os talán, 6-os akármivel is, és most nem is tudom, hogy a hosszabb vagy a rövidebb fog kézre állni, szóval így is meg lehet fogni 6-ossal. És akkor majd 40-nel megtépjük. Ezt előre kell belekapatni ezt is, ennek a túloldalát is, pici zsír legyen rajt. Én ugye a Montin, amivel már mentem 10.000 kilométert, ugye, és megbarátkoztam ezzel az SPD SL-lel egy ismerős biciklin, és utána teszem fel az idegenre, mert hát azért ország, vagy ez egy országút, itt azért ne próbáljunk meg csak úgy egy sima taposó pedállal, azért ugye ez messze van a valóságtól. Most hol van egy kulcs, ami beleillik? Na, így is föl lehet tekerni. Oké. Most húzzuk. A kulcsot beállítottam 42-re. Na. Siker a... Most így elsőre ez olyan érzés volt, hogy elég. Jó, hogy itt hagyott esik, és ebből semmit nem láttam. Hát igen, ezt így nehéz bekamerázni egy lakást, ahol eleve kéne egy kerékpár szerelő állvány. Na. Most ez mi lazításon van? Ja. Hát errefelé viszont nincs esélyünk nyomatékkulcsnak, mert ez egy egyirányú nyomatékkulcs. Úgyhogy most megismervén a kanászt fényes járásáról megnézzük, hogy mennyi ez sacra, és meghúzzuk sacra. De akinek van kétirányú nyomatékkulcsa, az könnyen van. De ezt most pont olyan bénán fogom, hogy se így, se úgy. Hát én pont erre nyomatékra gondoltam egyébként, kézzel pont így szoktam meghúzni, és komolyan mondom. Oké. Okay. Még egyszer ellenőrzöm, hogy pont erre gondoltam-e tényleg. Csak tudnék valahogy hozzáférni, úgyhogy meg is tudnám fogni. Bocsi, most a seggemet látjátok, de így férek ide. Igen, ez az. Ez a 40. Na. Szóval fönt vannak a hajtások, a pedálok. Hát nem annyira pedál, mint inkább egy
SPDS-el. Vajon kiszerel a szekrénybe? Most ezt hallgassátok. Valaki szerel a szekrénybe. Egyedül vagyok itthon. Félek! Na, szóval ott tartok, hogy úgy tudom, hogy ezt meg öttel kell meghúzni. De remélem annyira meg van húzva, hogy kibírja a bekötést, meg a kikötést. És végre fel tudok rá ülni. De nem! Nem lehet biztos semmiben, elolvasom inkább, hogy azt mivel kell meghúzni. Először is mindig megnézem, hogy mit írtak rá. Ráírták, hogy 12-14 newton, csak fejen áll az egész, gondolom egyesével. Egy csavar. 12-14 newton by. Ja, nyomaték kulcs. Ott van rajt, oda rajzolták! Én ezt úgy meghúzom 12-vel, mint a szél. No! Ha már egyszer itt van a kezem. Ebbe is 6-os, nem? Ez 5-ös. Igen. Na most a 12-t a pici nyomaték kulcs tudja. Azt pedig ő! Így jó, mert így a pofámba világít, így semmit nem látok az égvilágon. Áj, de jó! Mit mondtam, mennyivel akarunk húzni? Én úgy szeretném, hogy 12 húzok, akkor először 9-el meghúzom egymás után, mert nem ész nélkül húzunk, hanem ész. Megnézzük a 9-es elkattan-e? Nem. És annyira nem, hogy... Bocsi, megijedtetek? Hogy a másikat húzom utána. Ugye felváltva húzzuk. Ez nem, hogy 9, ez 5-tel nincs meghúzva. És megtalálom azt a nyomatékot, amivel ezek meg vannak most húzva. Sem ennyire vannak meghúzva, egyébként elárulom. Nagyon úgy tűnik, hogy az összes csavart át kell nézni. 5-tel már meghúztam. Úgyhogy menjünk 7-re. 5, 6, 7. 7-tel is meghúztam. Igen, jó éreztem én ezt a 9-et. Benne van a nyomaték a kezembe. Ugye ez a 9. 9-el is meghúztam. Na, gyere le! Gyere fel! Csak dolgoznak ezek lényembe. 9, és akkor most megyünk följebb. Egészen most 11-ig. Most 11 newtonnal húzunk tovább. Oké. És akkor 12 volt, ugye a minimumra meg kell húzni. Nekem meg 13 a kettő közötti. Úgy tűnik, hogy annyi. Íme. 13. Pont a kettő között van. Ez van a 13. Azért ezt nem jó elhagyni a hajtókat. Két oldalról. Akkor ez lehet, hogy megy még. Igen, egy picit. Ez meg már nem. Ennyi. 13 newton. Ugye írták a 14-et, és most nagyon remélem, hogy nem lóg. Nem lóg, úgy föltették, nem is csúszkál. Szóval akkor a pedálok fönt vannak, meg a hajtókarok. Az a biztos. Aztán itt most minden csavart át fogok majd nézni, mert nagyon úgy tűnik, hogy semmit nem húztak meg. De most már a bringa formája van. Úristen! Patentszemes lánc!